A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az új főcím után, amely már egy kicsit megújítja a műsornak a külcsínyét, legalábbis, de ami a belbecset illeti, az természetesen ugyanolyan értékes, sőt, talán még értékesebb, mint korábban. Aki például hiányolt a régi főcímünk egyik főszereplőjét, Kajzer Tomit, ő is megnyugodhat, itt van velünk a stúdióban. Úgy döntöttem, innentől mindig meghívom, hogy lássák a nézők, reméljük el is tud sokszor jönni. És ilyen jó, hogy az Ákos elvállalta, nem? A főcímben a szerepet. Bizonyosra szerepeket ő játszott. Szóval Kajzer Tamás természetesen korábbi kollégánk, a sportál.hu szerkesztője. Itt van velünk ebben a szezonban először, de amúgy már sokat szor Mátai Balázs, Média 24 szerkesztője, szintén sportújságíró kolléga, és hát Horog László, akit pedig tulajdonképpen be sem mutatok, nem is mutatjuk, elég, ha Laci, tudjuk, hogy itt vagy? Van. Laci, most mit mondod? Most Gyulai Díjas, az jó, nem? Gyulai Díjas. Mindenki apukája. De nem a kolbásza miatt. Ó, nem. Visszatérvék még a gimiben, mondták is, hogy a tesóddal tulajdonképpen csak egyikőtöknek elég lenne tanulni, mert úgyse hívnak kifelelni benneteket, és akkor somos-somos összetéveszthető. Így is történt. Így van. Ezt most már ennyi idő után elárulhatjuk. Ketten egy diplomával, mi? Igen. Hát nem eleget használtuk ki ezt a dolgot. Természetesen focival fogunk kezdeni, mert ugyan a fehérvári sport is most már hát nem csak éledezik, hanem gyakorlatilag ott toporog a rajtvonalon az új szezon, ugye pénteken egy jó kis jégkorong mérkőzése kezdődik, sőt, hát a kézilabdázók ugye már két meccsen túl vannak a lányok, úgyhogy őrőlük is beszélhetnénk, mint ahogy hamarosan elkezdik majd a kosarasok, épp hogy befejezték az amerikai futballisták, tehát a fehérvári sport is bőven túl van már a nyári szüneten. De hát gondolom a vidi szurkolók is és a magyar foci barátai is nézték az elmúlt napokban a magyar válogatott két mérkőzését, melyből kétség kívül a szerbiai Európa-bajnoki selejtező volt a fontosabb, és ráadásul ezt nyerte meg a csapat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az EB selejtezők felénél úgy vezeti a csoportot, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Szerbiánál. Van egy olyan oldal, amely ugye lefuttatja az összes létező variációt és esélyeket számolgat, és ez úgy hozta ki, hogy az összes európai selejtező csapat közül jelenleg csak Portugália és Franciaország valószínűbb, hogy kijut egyeneságon az Európa-bajnokságra, melyet jövőre Németországban rendeznek, mint a magyar válogatott. Tehát gyakorlatilag a matematikai modellek már azt mutatják, hogy innentől már nem tud nem kijutni a magyar csapat. Láttunk persze már karonvarjút fociban sokféleképpen, de mégis most még mielőtt egyáltalán az adott meccsekről beszélnénk, ez az állás, ez mennyire meglepő a számotokra. Nyilván ez megint olyan, hogy lehet idézni az internet népét, a közvéleményt, az okoskodókat. Amikor kijutott a csapat ugye a legutóbbi két EB-re, az volt a szöveg, hogy a létszám emelésnek és a pótselejtezőnek köszönheti. Most azért nagyon-nagyon jó esély mutatkozik, hogy tényleg egyenes ágon sikerül. 16-osra is, amit a 16 csapatosra is kijutnánk jelen állás szerint. Így van, hát most meg nyilván hogy lesznek olyan hangok, hogy ez azért minden idők egyik legkönnyebb csoportja, mert hát itt gyakorlatilag igazi európai élcsapatként jegyzett ellenfél nincsen. Azt gondolom, hogy ez a rossz megközelítés. Nyilván a magyar futball fejlődését, vagy a válogatott fejlődését önmagában kell nézni. És azért most a szerbek nevében ezt azért ki lehet kérni maguknak. Hát egyébként Dusan Vlahovicsal, Mitrovicsal, az egyik tanulsága ennek a szerb meccsnek, amit egyébként te ugye helyszínen láttál, úgyhogy vagy alátámasztod, vagy nem. Nekem pontosan az volt, hogy a magyar válogatott jobb csapat, mint a szerb, miközben valószínűleg egymás mellé téve a két csapat játékosait azért sokkal magasabb érték jön neki a szerb válogatott játékosaira. Ez egyetértek. Ez tulajdonképpen ez ugyanolyan, mint mondjuk a Kecskemét csapatként az egyik legjobb, ha nem a legjobb az NB1-ben, egyéni képességeket vagy neveket nézve meg talán. Most már igen. Úgyhogy így van ez a magyar válogatott, ez a rossz imágia, ami tart most már egy pár éve,
És ugye nyilván ebben is volt hullám, völgy, és szerintem Rossinban az egyik legnagyobb királyság az pont az, hogy abban a hullám völgyből, amikor ott elkövette azokat a hibákat, amiket ugye elkövetett az előző selejtező sorozat elején, angolok ellen, albánok ellen kétszer is, azokat a hibákat ki tudta küszöbölni a csapat, a csapattal együtt. Ami azért nem és nekem például nagyon tetszik Szoboszlai Dominiknak minden egyes nyilatkozata, amikor most is föltették neki a meccs után a kérdést, hogy meglepte, hogy a Mister ugye gyakorlatilag ugyanabban az összeállításban, tehát a legjobb, legerősebb nemzeti csapatot küldte a pályára ugye a felkészülési meccsen a csehek ellen, és Dominik egyben mondta, hogy figyelj, itt 21 ember van, meg aki majd jön, meg megy, tehát hogy itt nincs ilyen, hogy mindig az a legerősebb, aki a pályán van. Ez ilyen közhelynek tűnik, csak egy olyan csávó szájából, aki 70 millió euróért megvett a nyáron a Liverpool, és tényleg most már nem csak nálunk sztár, hanem gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy van végre újra egy világ sztárunk. Az mindenféleképpen egy olyan mondat, ami azt kell, hogy érezze az ember, hogy ez valóban így van, és egyébként ez érződik a pályára, hogy tök mindegy, hogy ki megy be, vagy ki jön le. Nem látod, hogy az, aki lejön, az oda csapná a melegítőjét a kis padhoz, vagy föltöz vágná a vizet. Aki meg bemegy, az a legtöbbször nem lóg ki. Tehát, hogy amit Rossz is mindig azt mondja, ugye nem hív be véletlenül, meg nem küld be senkit véletlenül pályára. Ez szerintem például Kata Mihály esetében tökéletesen látszódott Szerbiában, hogy bement a srác, az MTK-ból kis túlzásra szerintem a meccset nézők, magyar szurkolók nagy része azt sem tudta, ki ez a Kata Mihály, és nem vette észre a pályán a szónak a jó értelmében. Igen, ugyanakkor azért ott annál a cserénél akár beszéltünk arról is persze, hogy még ennek az egyébként szűkös magyar keretek is tudnak olyan hiányzói lenni, amire azt mondjuk, hogy esetleg más csapatok is megéreznék, hiszen például, hogyha Schäfer egészséges, akkor Kata valószínűleg nem játszik tétmeccsen jelen pillanatban a magyar válogatottban, de Bolla Bendegúzt is mondhatnánk, azt a nagy Zsoltot, aki Angliában lőtt gólt ugye az angoloknak. Gazdag, vagy Gulácsiról ne is beszéljünk a kapuban. Szóval, hogy vannak most már talán annyian ilyen szinten használható magyar játékosok, hogy mondhatjuk, hogy hát ez egy bő keret lenne, hogyha éppen nem lenne ugye ilyen sérültek. Visszatérve arra, amit Szoboszlai mondott, valóban itt nem az a lényeg persze, hogy mit mond, hanem hogy ez így igaz. Mert ismerünk válogatottakat, amelyek szintén ezt szeretik hangsúlyozni, de például nekem a szerbekről ez jut eszembe, és ezt akár Laci, mint velem egykorú megerősítette, hogy valami kicsit mindig minden jugoszláv, meg szerb, meg jugoszláv, montenegró, nem tudom milyen néveken futottak, jellemző volt, hogy óriási, elképesztő színvonalú világklasszis játékosok, és valahogy csapatként sosem tudtak igazán jól funkcionálni. Ennek ellenére mondjuk nekünk, magyaroknak válogatott szinten az utóbbi 30-40-50 évre visszagondolva nem igazán ment ellenük. Teljesen mindegy, hogy... Hát a Csonk János kéne erről megkérdezni. Szóval azért mondom, hogy az a hetes meccs, ugye, egy hetes, az magáért beszélt, fájdalom volt, a mai napig is erre gondolni nagyon fájdalmas. Főleg, ahogy vártuk nagyon jó. A meccset. Tehát ezek a ex-jugó csapatok válogatottak, ezek azért nagyon jók. Most független attól mondják, hogy gyenge csoport, hát tényleg, ahogy mondta te is, Szerbia egyetemen él csapat európai szinten is, ugye legutóbb a portugálokat tudta megelőzni a VB-selejtezőkön is. Montenegro is azért egy nagyon harapos, komoly csapat, komoly szintet képviselő játékosokkal, és igen, az ő mentalitásuk olyan, hogy lehet, hogy vannak védelmi kihagyások, amikből most mi tök jól tudtunk két gólt szerezni pillanatok alatt, lélektanilag nagyon jó pillanatokban, és ezzel tudtuk hozni a meccset. De ami nálunk már most pozitívum a korábbiakhoz képest, amikor mondjuk volt az egy hetes meccs, meg az azt megelőző egy-két évtizedben, 86-tól odáig, az, hogy most nekünk is van egy nagybetűs csapatunk, egy olyan csapatunk, amelyik nem fél kimenni a meccsekre. Hát voltak olyan kapitányok, akik elismerték, hogy akármit csinált a játékosokkal, amikor kimentek a gyepre, akkor azt látta, hogy tele van a naci. És már a meccs előtt gyakorlatilag 0-1-ről kezdtünk. Hát ugye ennek eklatás példája, ugye az öltözői beszéd, vagy az a két beszéd, ami egymás mellé van téve, és ugye az még Dárdai Pál az egyik, és Egervári Sándor a másik. És ugye Egervári Sándor azt mondja, hogy gyerekek, hát itt azért próbáljunk meg úgy játszani, hogy azért ezek nem sokkal jobbak, mint mi, és mit mond Dárdai, hogy gyerekek, itt mindenki a gatyáját is kiteszi, és mindent, amit... Ja, azóta van ilyen kultusza ezeknek az öltözői beszédeknek tulajdonképpen. De egyébként még egy gondolat, hogy ez a múlt hét csütörtöki meccs, ez a szerbek ellen, ugye rúgtunk egy gólt a saját kapunkba,
És azért az elmúlt évtizedekből, hogyha ezt már megettük, akkor azért sokszor előfordult, hogy egy ilyen szituáció után egy csapat összeomlott, vagy akár csak tehát a hátsó alakzat, amelyik ezt a hibát elkövette, vagy az az egy játékos. Most nem mondom, hogy utána Sancho volt a legmegbízhatóbb játékosunk, ugye Szalai Attila, mert érezni lehetett a játékán, hogy azért ez őt megviselte, de ugye a csapat maga nem zuhant össze. És ilyen másodpercre sem érezted azt a középkezdéstől kezdve, hogy akkor itt most zavar van a fejekben, hogy kell az a jó pár perc, hogy most ismét összeszedje magát a csapat, és kezdjen előre futballozni, hanem nem elkezdett újra, csinálta tovább, amit kellett addig is. Emlékszel Csank beszólására, amikor vonult le az öltözőbe a Ünnői úton, szünetben volt 5-0 a Jugóknak. És akkor még ugye oda lehetett menni ilyen riportot csinálni, és akkor kérdezte a riporter, mester, mit mond a fél időben, szóval, hát az biztos nem, hogy csak így tovább. Az napot élni szülinapja, és a Fradi tábor végének, hogy boldog születésnapot kívánjuk, még legyen szép, nagyon sok ilyen szép nap, nem volt oké. Ellenben a visszavágó 0-5 a akkori Maracanában most már Mitic stadion, és az akkori MRS elnökkel, Laszko Mihályra és Cékus Lajos a főtitkára kimentem 97 novemberében. De ők kimentek veled? Ők kijöttek velem. Fontos. El kellett mennem a Taurus gyárba, ott volt a vezérigazgatói rezidencia, és ott ültünk be a szolgálati autóba. Nem voltunk sokan akkor, még a Pataki Tibor és Mezei György volt a két szakkommentátor, akkor megvette az RTL a jogokat, ők közvetítették, ők mentek ketten egy autóba, mi mentünk hárman. A szurkolók nagyon nem voltak. És ma már alig hihető, hogy állunk az öltöző folyoson a meccs előtt, tehát így ma elképzelhetetlen, és Kovács Zoli előtt a norvégok ellen egy-egyes döntetlen térő gólt lőtt, és akkor volt a sztárcsatár, és 18 góllal vezett a gólövel is, tehát a második lett az Újpest. Újpest tábor minden meccsen énekelte, hogy Kovács Zoli lője gólt, Újpest tábor kéri tőled, Kovács Zoli lője gólt. Az öltöző folyoson áll a Csank, beszélget az elnök, a főtitkár ott állok én, és kiszűrődik egy énekhang a magyar öltözőből. Horváth Ferenc és Dragomer Attila következőt énekelte, Kovács Zoli, sírva kérjünk, ma éri labdához. Tehát óriási differencia van, hogy egy perc alatt nem zuhanunk össze, illetőleg ez a nagyon jó sorsolás, amiről beszéltünk. Azért ez köszönhető volt a Nemzetek Kupájában, az alcsoportban aratott győzelmeknek. Tehát mi a második kalapból jöttünk, és ha a második kalapból jössz, akkor nagy valószínűséggel a veled egy polcra lévőket elkerülöd. És ezért van az, hogy játszol egy bolgárral, akit azért megversz. Megvárod a Litvánt, megvered a Montenegrót, tehát tulajdonképpen kim vagy az EB-n, mert lehet, hogy már nem is lesz tétje az itthoni szerb meccsnek, én nem gondolnám, hogy itthon mi veszítünk. Lesz, mert az lesz a következő. Tehát van, de igazából lehet, hogy mind a kettő csapatnak jó az X, sőt még a vesztes is nagy valószínűséggel tovább tud menni. Tehát tét van, de úgy gondolom, hogy ez a két csapat egész biztos, hogy kim van az EB-n. Mi legalábbis fixen. És a szerbek is szerintem. A többség annyira nagy a szakadék a többiekkel a játékban is, és mi nem tudunk annyira rosszul játszani, hogy ezeket a kisebbeket kvázi nem verjük meg. Most már, vagy erre utaltam, vagy ebből tanult például Rossi sokat, hogy ugye az előző sorozatban volt az albánok elleni két meccs, jó zárójel, ugye az albán válogatott nagy része széria A, meg ugye a srác, aki rúgta nekünk a gólt, ugye Broja, Chelsea Akadémia, tehát hogy azért nem a rossz futballisták ezek, mint ahogy mi gondoljuk, csak így van, és eljutottunk arra a szintre, hogy azt tudjuk mondani, hogy egy Savic-sal fölálló, vagy Jovetic-sel fölálló Montenegróra azt mondjuk, hogy úristen, csak 0-0-át játszottunk kint, és tényleg csalódottak voltunk, ugye azon a meccsen is kim voltam, csalódottak voltunk mi is újságírók a 0-0 miatt egy picit. Tehát egy gyengés volt a játék, az eléggé. Meg hát gyakorlatilag 5-4-1-et játszott a montenegrói válogató, de csalódottak voltak a játékosok is, és ezt mondták akkor, például Szoboszlai is ezt mondta akkor például, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy egy idegenben elért Montenegró elleni 0-0-ra azt tudott mondani, hogy csalódás. Az hát jellemző a szerbek elleni összehasonlításból, hogy 4-ből 3-szor nyertünk. Tehát nyertünk ott kint könyves góljával, itthon Varga Kevin lőtte a második gólunkat, volt egy döntetlenünk, és most megint nyertünk. Tehát én úgy gondolom, hogy masszívan jobbak vagyunk nálunk. Hát és nem csak a szerbek ellen, és a futballnak nyilván ez egy örök igazság, hogy valóban nem az egyéni képességekből adódik össze feltétlenül egy válogatottnak az ereje. Ha megnézzük a magyar válogatottnak, ezt a Rossi-féle válogatottnak is úgy mondom az evolúcióját vagy a fejlődését, óriási a különbség a korábbi évekhez, te is említetted már Tomi, képest nem csak azért, hogy a játékos állam adott esetben hogy variálódik, hanem hogy ezek a játékosok milyen önbizalommal és milyen
hát úgy mennek ki egy meccsre, hogy a szurkoló is érzi, hogy itt nagy baj nem lehet. Nyilván szoros meccsen mindig benne van a fociban. Az jutott meg eszembe, fogunk is kikapni, tehát hogy ez nem kérdés. Igen, az jutott eszembe, mondjuk, hogy... De lehet, hogy ezt az évet le tudjuk hozni, úgyhogy nem kaptunk ki, és azért ez egy a mai futballban, egy magyar válogatott esetében egy óriási dolog, hogy mondjuk 2023 végén ott állunk, hogy nekik idén nem kaptunk, és ugyanakkor kaptunk három volt. Azt akartam kérdezni, nem tudom, hogy látjátok, hogy mennyi szerepe van ebben a jó eredmény sorban annak, hogy jelenleg a magyar válogatott egy olyan fejlődési stádiumban van, és ezt a játékosok is szerintem érzik, amikor már nyilvánvalóan mindenkinek komoly ellenfelei vagyunk. Tényleg érdemes összehasonlítani a néhány évvel ezelőtti ilyen ellenfél nyilatkozatokat, tök mindegy, bármilyen válogatott jött ide, kis mosoly, udvarias szólamok, aztán 20 perc alatt lerendezték a meccset, és elszórakozgattak. Most már nem a rossz éráról, hanem még korábbi évekről beszélek. Mostanában óriási respektje van a magyar válogatottnak. Egy német labdarúgó válogatott éppen szövetségi kapitány krízisben van, miután már minden szembejövő megverte őket gyakorlatilag. Európában alig van magabiztosan menetelő csapat. Na de azt akarom mondani, hogy még mindig ott van ez a csapat, hogy ugyanakkor nyilván tudják a játékosai, hogy azért nem azon a polcon vannak, és nem mehetnek biztosra bárki ellen, ez pedig egy nagyon erős koncentrációt, fegyelmet, vasakaratot hoz. Tehát nincsenek olyan sztárjaink, talán az egy Szoboszlai Dominiket kivéve tényleg, akiket a világ legmagasabb polcán emlegetnek. És a maga szintjén mindenki előrelépett, fejlődött, csak közben a csapat, mint egység szerintem nagyon-nagyon jót tesznek, hogy még mindig azt érzik a fiúk, hogy azért igenis oda kell tenni magukat. Tehát nem fog jönni ez magától, nem vagyunk mi most már olyan nagy csapat, hogy ide jön egy Montenegró, és akkor majd biztosan leverjük őket, és akár a bolgárokkal játszunk, akár egy ilyen barátságos, mert a csehekkel minden volt, csak nem barátságos. De tényleg a litvánokat is mondhatnám, hogy úgy megy ki a csapat, hogy oda kell figyelni, és hogyha lehet rúgni három gólt, mint a litvánoknak egy fél idő alatt, akkor rúgunk hármat, ha nem, akkor majd darálunk, és addig megyünk, amíg egyet találunk, mint most a csehek ellen. Tehát, hogy én ezt érzem, hogy ez a mentalitás, amit régen nagyon-nagyon negatív jelzőként emlegettek a magyar futballal kapcsolatban, ez a magyar mentalitás, ez most a lehető legpozitívabb. Abszolút így van. Sőt, hát hogyha összességében nézzük ezt a válogatott jelenséget idézőjelbe téve, akkor tényleg azt látjuk, hogy azon túl, amiről már beszéltünk, hogy most van egy nagybetűs csapatunk, van tényleg egy olyan edző, aki tulajdonképpen ezt össze tudta így hozni a játékosok fejében, ezt a kohéziót, hogy azt tudjuk mondani, hogy tényleg van egy olyan csapatunk, amelyik nem úgy megy ki, hogy teli van a naci, és végig tud koncentrálni, nem becsül le senkit, végig megvan az a fajta odafigyelés, hogy igen, Litvániától a Liechtensteinig most már bárki jöhet, akkor is úgy megyünk neki, hogy nem úgy, mint régen. Jó, hát ezeket úgyis megverjük, ezek ellen meg hiába megyünk, fel, úgyis kikapunk. Tehát itt mindenki ellen hozzák nagyjából azt a megbízható szintet, legyen ez egy európai vagy világrangsor végén elhelyezkedő csapat, vagy egy szerb csapat, amelyik azért önbizalom tekintetében mindig előttünk járt, és szerintem a korábbi sikertelenebb érában pontosan ez volt az előnyük velünk szemben, hogy ők úgy mentek ki a pályára, hogy megesszük őket vacsorára. És most már nem tudnak megenni minket vacsorára, bár már kezdtek üzengetni, ugye, megnyilatkozgatni, hogy na, Budapesten azért majd oda megyünk, és akkor nem győzünk, de azért ez már nem ilyen egyszerű. Hát 2016-ban ugye óriási ünnep volt, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra tényleg rengeteg év után, és még azt követően Ben Stork csapata ki tudott kapni Andorrában. Amit egész egyszerűen én ma nem tudok elképzelni erről a magyar válogatottról, persze mondom, nem akarunk semmit elkiabálni, mert nem akarom azt mondani, hogy minket már nem érhet kellemetlen meglepetés, de valahogy nyilván, ha egy csapat kikap Andorrában, ott nem a futballtudás feltétlenül az elsődleges, ami hiányzik, hanem valami fejben, mentálisan, valami módon nem stimmel. Ez a magyar válogatott a kötelezőt mindig hozza, és hát mellette most már lassan hozzászoktattak minket azért arra, hogy angolokat verünk, németeket verünk, szerbeket verünk, hát bocsánat, nem is emlékszem, szerintem a magyar futball legnagyobb fénykorában sem voltak feltétlenül ilyen ellenfelek ellen, ilyen sorozatban aratott győzelmek. Pics Tibi kollégám írt egy jegyzetet nálunk, ami az egész abból indult, hogy egy barátja posztolt a trollfotisokhoz, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel. Hát nem, ez vagyok hozzászokva. Hát itt görcsölés ment évtizedeken keresztül, meg számolgattuk fél távnál, hogy na talán még, hogyha innét elcsipünk egy pontot, meg ha hozzuk a tutit, akkor hogy érjünk oda a pótselejtezőre. Most már gyakorlatilag azt számolgatjuk, hogy hányat kell bukni ahhoz, hogy ez veszélybe kerüljön. Tehát ez egy ilyen óriási fordulat,
És tényleg maga az, hogy játsz egy barátságos meccset, és hogy ugye volt az, ami a magyar részt a legendás 219 nézős, most meg az van, hogy Csehország ellen így néztük, hogy jó, hát ez majdnem telt ház. Igen, 53-54 ezer. Aztán 55 ezer valamennyit. Hát közben nyilván újra siklet volt meccsre járni, a futball semmivel összehasonlítható lelkesedést tud kiváltani Magyarországon, ezt tudjuk, tehát nincs az a csapatsportunk, pedig nálunk azért a pólósok megtöltik a szigetet, a kézilabda megtölt egy 20 ezer csarnokat, de a labdarúgás az tényleg semmi máshoz nem hasonlítható. Nem fogunk még ebben az adásban beszélni, majd lehet, hogy néhány hét múlva, vagy egy-két hónap múlva arról, hogy akkor az Európa-bajnokságon most már milyen magasra tegyük a lécet. Viszont beszéljünk két fehérvári játékosról, Fiola Attiláról és Kalmár Zsoltról, akik szintén pályára léptek, ugye Fiola mindkét meccsen csereként, Kalmár pedig egy fél időt játszott a csehek ellen, hogy kicsit átkössünk itt a fehérvári focira, hogy éreztétek az ő bemutatkozásukat, szerepüket. Érdekes, ugye Fiola sérülésből jön vissza, Kalmár sérülés és klubváltás után, tehát lehet, hogy azért ez Marco Rossi részéről mind a kettőjük iránt egy ilyen megelőlegezett bizalom is volt. A videónak biztos, hogy nagyon jót tesz Kalmár jelenléte, hogy Kalmárnak mennyire jó a jelenlegi videótomban futballozni, ezt majd az idő dönti el, de az biztos, hogy óriási tud segíteni a bemaradás kiharcolásában. Duda Szerdán szerintem jobb csapatban futballozott az eredmények ismeretében, azzal együtt is egyértelműen helye van a válogatottban, hiszen nagyon jó futballista, és szerintem Fiola is kimondottan jól szállt be. Tehát Fiola Attilát féltettem súlyos sérülése után, azért nem fiatal, és nem is lesz fiatalabb, de úgy gondolom, hogy ő harcossága, a lelke miatt helye van a nemzeti együttesben. Tényleg olyan harcos, hogy gyakorlatilag a zuhany alatt lehet csak leállítani. Tehát addig megy és harcol. Dárdai Pál mondta, hogy ő szerint azért Bundesliga futballista lett volna évekkel ezelőtt, mert a küzdőszellem ott is átragad a társakra, és a végtelen nyerő alkatával ott is tudott volna segíteni nehezebb élethelyzetekben. Igen, Fityó egy igazi nyerő típusú játékos, aki a vidit is viszi a hátán, mentálisan legalábbis még a rosszabb periódusokban is. És ugye nem véletlenül volt az, amikor tavaly vagy tavaly előtt is jöttek a vereségszériák, és ugye a szurkolók is számon kértek, sokszor kimentek a nézőkhöz, és ugye Fityó volt az, aki az első sorban próbálta meggyőzni a több száz üvöltő embert, hogyha gyerekek azért... Tényleg. Bocsi, de neki ilyen a mentalitása. Én nagyon örültem, hogy visszatért, mert a vidire is ráfér ez a mentalitás, és szóval hiába mondják sokan, megirogatják Facebookon, hogy már nem kell, meg kilóg a gyerekek, hát miről beszélünk már? Hát ilyen mentalitása lenne a 23 emberből, vagy 24-ből a jelenlegi első csapat keretének a fele ilyen mentalitás rendelkezni, mint a Fityó, akkor szerintem nem lenne hozzáállásbeli problémája, vagy mentális problémája Vidinek, mint amennyire van szerintem még mindig a tavalyi év után is. A válogatottban is jót tett, visszatérve az alapkérdésre, hogy ő visszajött, én szerintem látszott, zakatolt, tette-vette úgy, ahogy előtte is, hát nyilván mozgásán még látszik, hogy azért még erőlétileg azért kell neki jó pár hét vagy hónap, még azt lehet mondani, hogy kezdő is játszon végig, vagy legalábbis 71-80 perceket, amiket szokott a válogatottban korábban. Kalmárnál meg az legnagyobb probléma továbbra is, hogy akkor van egy rossz mozdulat, és elfekszik a földre, vagy odarúgnak neki, akkor mindenki felszíszen, hogy most föl kell vajon vagy nem? Vagy megsérül vajon vagy nem? Mert egyébként brilliáns képességű srác, és a Vidit a hátán fogja tudni vinni, ha nem sérül meg, de ez a ha nem sérül meg, ez mindig ott van, és nagyon nyomatékosan sajnos neki olyan a térde. Hát igen, Kázsinak olyan lába van, hogy a rugó technikája van körülbelül, mint Szoboszlainak, ha nem egy picit jobb a jobb lába. Fiola esetében meg az emberek sokszor az ott az érzés, hogy neki az igazi szintér a válogatott. Tehát, igen. hogy a Vidiben játszhatott bármilyen rosszul, a válogatottban mindig jobban ment. És picit egyébként idehoznám Négót is. Hát őnek sokkal itt, jobban ment neki. Hogy itt a Vidinél van a közeggel, lehet valami probléma, mert én nagyon sokszor mondtam, hogy Négó kilóg a válogatottból is lefele. Egyébként sokszor nekem a Fehérvárból is kilógott lefele Négó, azon kívül, hogy gyors és sokat tud futni. Most ezen a két meccsen viszont le a kalappal. Tehát, hogy én, amikor kiderült, hogy a mérkőzés megelőző sajtótájékoztatóra Négót hozzák, akkor egy picit úgy voltam vele, hogy akkor Rossi helyett megjöhetne Inguskó, ugye a segítője. Aztán ugye nyilván ugye itt a sérülések miatt is kényszerűségből is játszott gyakorlatilag mind a két meccsen Négó. De én akkor is azt gondoltam, hogy majd valami megoldás lesz, hogy ne Négónak kell játszani, ez képest Négó zseniálisan megoldotta. Hát olyannyira nem kényszer megoldás lett Négó, hogy valóban olvastam elemzést, amely kiemelte, hogy az ő új szerepköre, az a nagyobb szabadság, amit Rossi adott neki, messze nem Fregoli szélsőként vagy szányvédőként zakatolt leföl,
belépett a játékra, középpályán labdát kért. Az, hogy egy nagyon jó cselezőkészségű, technikás, a labdát bárhova oda juttatni képes játékos, ezt eddig is tudtuk. És ha már ő szóba került... csak nem mindig derült ki. De ha már ő szóba került, és akkor tényleg ez átvezet a Vidihez, és most örülök, hogy végre mind a ketten itt vagytok, mert arra készülünk, hogy leszek is box. Tehát én veled ellentétben, Tomi, azt gondolom... Arra megyek. Én veled ellentétben, Tomi, azt gondolom, hogy nem Négóval volt itt a probléma, hanem valószínűleg a fehérvári szakmai közeggel. Ezt mondtam én is, hogy ezt a szakmai közeg. Akkor tényleg szerintem a legjobb éveire emlékszünk, ő egy végtelenül alázatos és még tényleg kimagasló képessége mellett is egy igazi csapatember volt. Vezéregyeniség tudott lenni tényleg gólpasszokkal, gólokkal, és amikor egy ilyen játékos már nem annyira fiatalon elkezdi húzni a száját, elkezdi azt érezni az ember, hogy ő itt nem érzi jól magát, nem kerül be a kezdőcsapatba, mindig lehet mondani, hogy persze már öreg, nem láttuk, hogy jobb került volna a helyére. De bocsáss meg, azért az sokat elárul, hogy Négó, aki azért eltöltött itt néhány évet, meg nyilván hazavitt néhány forintot. Az anyám, hogy el akart menni, de azelőtt a meccs előtt jelentette be a távozását, ami gyakorlatilag a Videotonnak élethalál kérdés volt. Ugye az előző körben, az utolsó forduló előtt jelentette be. Tehát ez én egyik oldalról azt gondolom, hogy egyfajta tiszteletlenség, de mi kell ahhoz, hogy egy játékos, aki egyébként tényleg éveket húzott itt le, és nem ez az egy évet itt voltam, légiós vagyok, az eljusson arra a szintre, hogy ilyen tiszteletlen legyen, nem a klubban feltétlenül, a csapattársaival és a szurkolókkal szemben, hogy ezért a mérkőzés ott mondja az, hogy gyerekek, akkor adj ő. Hát előzőleg őt visszairányítottak a második csapathoz a késések miatt. Tehát, hát úgy nyitott zseráknál rögtön megkésett. Azzal együtt egyébként most neki azért van helye magyar válogatottban, emlékszünk arra, különösen Nikolicsnál játszott egészen elképesztően az Európa Liga csoportkörbe jutásban, a PAOK Szaloniki ellen, Huszi mellett, ő volt a mezőny legjobbja, az AEK Athén ellen kín, és ott a csoportkörben... Hát és amit a Chelsea-nek rugott gólt, azt gyakorlatilag a futása végig... Az AEK Athén ellen kint Athénban, ott gyakorlatilag úgy örültek a görögök, mint hogyha B-et nyertek volna, ahol ott csak kihúztak egy X-et, és ezzel bejutottak a csoportkörbe, ott Négó egészen elképesztően futbolozott. És most azért van különösen helyebb válogatottban, mert számára is egy új impulzus, hogy Franciaországba, szülőhazájába, újonc csapatba, középcsapatba, előtte hétvégén 3-0-ra nyernek, a mezőny egyik legjobbja. Tehát a Lig önből igenis a magyar válogatottban játszani kell kezdőként egy olyan futballistának, aki ott is meghatározó. Tehát én úgy gondolom, hogy Négónak nagyon-nagyon jó tett, ráadásul hazament, tehát ki tud teljesedni, és nyilván válogatott lehet. És ő azt nagyon jól érzékelte, a francia válogatottban nem jutott volna a szerephez, még akkor sem, hogyha ifi VB-n volt nagyszerűen játszott, és leigazolta az AS Roma, de két évig nem lépett pályára. Griezmannnal szerepelt együtt a korosztályos szobatársak voltak ráadásul, tehát ők barátok is. Tehát meg is látszik Griezmannon. Igen, azért. Megtette Lajos. Szívesen. Négó Lajos megtette magáit ez ügyben. Na, beszéljünk annyit a Vidiről, és akkor, hogy ez a közeg most mennyire változott, vagy remélhetjük, hogy változott, vagy lett jobb, vagy a csapat, vagy a mentalitás, vagy a kémia, én nem tudom. Azért olvasgatom, Balázs, a különböző posztjaidat, véleménynyilvánításaidat. Semmiben nincs igazad, semmi nem. Ami hol a keret képességeiről, hol a menedzsmentről szól. Elég komoly kritikussal látott te, úgy látom, ezt a mai Fehérvárt. Lehet mondani persze, hogy nem tudom, 6 forduló utáni egy győzelemmel megint tényleg nincs miért petárdákat lövöldözni az égben. De az egy, milyen győzelem? A válogatott szület mindig a gyengébb csapatoknak jót tesz. A nagyon jól állunk, 3 csapat van mögöttünk a tabellán. Tehát... Abszolút. Szóval én ezt úgy látom, és azt gondoltam, hogy na majd jön a nyár, és akkor jönnek a változások, bár éppen itt az utolsó ilyen beszélgetésünk, vagy műsor kapcsán mondtam, hogy na majd most szerintem az lesz, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, kicsit hallgatunk, elhallgat a népharag, és akkor megy minden tovább úgy, ahogy van. Juhász Roland a helyén marad, mindenki a helyén, és mindenki a helyén maradt. A MOL nem. Annak nem örülünk. Annak annyira azért nem örülünk. Apró változás. Így van. Tehát olyan nagyon nagy változások nem jöttek. Az átigazolási időszakot sem nagyon tudtuk, tehát 3 hónap alatt nem tudtunk Kalmáron és Tóton kívül szerintem normális játékost igazolni. Karamokó nem olyan. Nem, igen. Hát most már igen, a Paks ellen azért már szerintem jól mozgott, de hát ugye ő is center csatár. Figyelj, szerintem nem igazolt rosszabbul a Vidi kevés pénzből,
mint az elmúlt években néhányszor, sokkal többen. Az biztos, tehát abszolút az, hogy befektetés, tehát gyakorlatilag nulla, mert ugye van, akit kölcsön kaptak, van, aki csak annyit fizettek, amennyit mondjuk zekétért kaptak valamennyit, azt most, abból most megvették a Gergényit, bár szerintem én is odaállhatnék baloldali védőt játszani ennyi erővel. Ennyire erősítettünk körülbelül. Én nem látok benne, tehát mondjatok egy olyan meccset, vagy bármit. Jó, de te ami... most lehet, hogy nem lehet. Tehát nem hiszem, hogy Gergényi oldaná meg a baloldali védő szerepét. Szóval összességében jó, amit leírtam cikkekben is, vagy utána kommentekre válaszolva Facebookon, mert nem bírom ki, amikor rettentő okosan... ez nagyon komoly hiba, megírják nagyon okosan, és hogy minek, Fiola, hogyan már, Fiola, menjen már haza, meg már nem ér semmit, meg egyéb. Szóval egyet azért tisztázunk, hogy ez a keret, még annak ellenére is, hogy azért sokan elmentek, 14 játékos, 15-öt számoltam csak a nyáron összességében, vagy a tavalyi évhez képest, azért ez még mindig nem egy gyenge keret. Hát itt még mindig van egy majd csapatra való valamilyen nációjú válogatott játékos felnőtt szinten. Kicsit szűkebb lett a keret, kicsit átalakult a keret, de ez még mindig nem egy olyan keret, amire azt mondjuk, hogy hú, hát a tizedik helyéért fogunk harcolni vele. Én ez igenis egy olyan keret, amelyikkel szerintem a harmadiktól a tizedik helyig bármi összejöhet, ha jön egy olyan impulzus, meg jön egy olyan szél, amire fel tudunk ülni, vagy jön végre egy olyan edző, mert ezt még mindig nem látom Zserákban, senkiben az elmúlt időszakban, aki csak azt a szintet hozza idezőjelbe a Csakot, mint Rossi a válogatottnál, hogy a fejeket úgy rendbe tudja tenni, meg úgy gatyába tudja rázni, mint csapat őket, vagy a Szabó a Kecskemétnél, hogy csapatként jól funkcionáljunk. És lehet, akkor tényleg nem kell beszélni arról, hogy milyen a keret minősége. Ez a keret biztos, hogy nem 3-7. Ez a keret, ez 7-10, biztos, hogy nincs az első 6-ban ez a keret. 5-8. Az 5-8-a még inkább egyetértek. 5-8, és ebben a 10... Nem nagyon látom a különbség, a 3-10, a 7-8, meg az 7-9, meg az 5-8. Ez ugyanott vagyunk. Optimizmus benne van, hiszen nem vagyunk 11-12. Szerintem a keret erősségét nézzük, akkor nyilván Ferencváros a legerősebb. Abszolút, keret. Ebben azt gondolom, hogy nincs kérdés. Azt gondolom, hogy a Vidinél jobb csapat a Kecskemét. Így van. Keretét tekintesen biztos, hogy sokkal rosszabb vagy rosszabb, de csapatként egyértelműen edzőstől, mindenestől, szurkolóstól, városostól nagyon klapkozik. Hú, a szurkoló, ezért kapni fogsz. Nem bántva ezzel a fehérvári szurkolókat. Tehát ez félreértés ne essék. Ugye az egész Kecskemét, igen, így közeg, így van. És ott jelen pillanatban az van, hogy ha kikapnak Újpestre, akkor sincs semmi, mert gyerekek, hát Hawaii DJ napfény, megyünk tovább. Szerintem jelen pillanatban a Diósgyőrnek is erősebb játékos kerete van, mint a fehérvári. A Debreceni egyértelműen, és akkor nagyjából az Újpesttel vagyunk szerintem egy szinten. A Puskásnak szerintem nagyjából ez a kerete van, hasonló, annyi, hogy ott van elő ez a Kolli nevű csávó, aki zseniális. Akkor most már 6-8-nál vagyunk, ha jól számolom. De egyértelműen jobb keretein szerintem tényleg csak a Fradinak van, a Puskásnak ott van pluszban ez a Kolli. A Diósgyőr minőségre is alkotott, de ott talán a tavaly meg a korábbi évek. Azért nem hiszem el. Vidiére hajaz a DVTK, hogy mindenkit összevásároltak, most van ott körülbelül 40 játékos. Akkor van még a De nem azt mondom, hogy minőségileg ez annyira nagyon jobb lenne, mint a Vidié, mert szerintem nem, de majd meglátjuk. Én azt mondom, fiúk, és akkor tényleg, mert abból is látszik, hogy most az egyikötök azt mondja, hogy 5-8, a másik, hogy 6-10, a harmadik, hogy 7-9, ugyanarról beszélünk, hogy van az a 3-4-5 csapat, ami jobb. Ne legyen 10 alatt. Én azt gondolom, hogy ha egy Diósgyőr, ha egy Puskás, ha egy Debrecen egyértelműen jobb a Vidinél mondjuk három meccs alapján, amit majd játszani fognak egymással, annak szerintem sokkal inkább a szakmai munkához és a közeg hangulatához lesz köze, nem az egyéni képességekhez. A Debrecen nagyon komoly kríziseket élt át az elmúlt időt, amit a 25 ezer stadionjuk van, gyakorlatilag csak szarok voltak már, bocsánat. Most van az első olyan szezon, amin kicsit fölfelé jönnek ők is. A Diósgyőr azért nem hiszem el, mert a Diósgyőr már, amikor kiesett, azt csinálta, hogy 74 légióst igazolt a télen, meg három új csapatot, most aztán azzal együtt esett ki, akkor elengedték azt a 74-et, most hoztak 74 másikat. De ha jó az edzőjük, és lehet, hogy jó, és nyilván van egy elképesztően erős szurkolói, meg támogatói közeg mögöttük, akkor ebben lehet, hogy jobbak lesznek. Én a Fehérvárban a hibát ebben látom. Nem hiszem, hogy Sön Szabolcs rosszabb játékos lenne a magyar mezői szélsőinek nagy részénél. Nem hiszem, hogy Kodró rosszabb középcsatár lenne, nem hiszem, hogy Spandler rosszabb középső védő lenne, de amíg nincs meg az egység, tök mindegy, hogy azt mi szervezi, hogy szeretem az edzőt, vagy hogy utálom, hogy szeretem a várost, vagy a közönséget, vagy csak az, hogy pénzt akarok keresni,
És itt van a magyar válogatott példaként, persze más polcon lévő játékosokkal, hogy erősebb és jobb csapatokat zsinórban lehet megverni azzal, hogy egységes vagy, hogy küzdesz, hogy hajtasz, és van egy jó edződ. És ez mondjuk, ez az a része a dolognak, amire mi azt mondom, hogy nem a játékos állomány dönti el. Szerintem ez most fog igazán kiderülni, hogy a következő hetekben, akár kiderülhet már hétvégén az SMTK ellen, mert ha itt... Jaj, ne bevizionálj már. Jövőheti műsorunkat még ne szerkezd meg előre. Jó. Csak azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos meccs az SMTK ellen. Egy nyilván itt a papírforma az, hogy 5-6 góllal nyerni kell. Ha ez egy szűk győzelem, már az is, tehát ez egy ilyen, mit tudom, 2-1, 93. percben, ne adj isteni, tizé büntetőkig elviszik, kiesésnél pedig szerintem azt hiszem, hogy hétfőn bakóhat zsirák. Te már fővárosi, meg országos médiú, mindig szoktak lenni jól értesült újságírók ilyen helyeken, emlékszem a saját időmből, de nem a saját példámról, akik tudják, hogy mi van egy öltözőben. Most ugye a Fradinál is így szép lassan kiderül, hogy hát persze, nem volt ott semmi gond, csak a Cselcseszóvot meg akarták buktatni. Mit hallani a Vidiről ilyen tekintetben, mert például, ha egy SMTK ellen, amit te is mondasz, bejön egy blama, akkor biztos, hogy szárba fog szökkenni, hogy itt valaki már edzőt akar buktatni. Nem, egyelőre nem jönnek ilyen hírek. Tehát ez nincsen. Megy a tippelés. Egyelőre Zalaegerszegre tippel. Otcolás? Zalaegerszegre számoljuk azért a következő edzőváltást az NB1-ben. Pedig se lesz. Nem nagy híva az edzőváltásodnak, hát elmondta itt, hogy hagyni kéne az edzőket dolgozni. Attól még ez benne lehet, és nem biztos, hogy ő. Hát ott eleve, az most ott nagyon fura minden, tehát, hogy ez a szurkoló Jankét, a minden idők legrosszabbul sikerült szurkoló Jankétját hozták össze Zalaegerszeget. Hát ott a tulajdonos, hogy a személyes sértésnek vesz minden kritikát, és gyakorlatilag minden fórumon azzal kezdi, hogy azok a szurkolók, akik azt gondolják, hát ez igen, ez nem profi. Nem, de szerintem a Laci azzal a tulajdonos jobban van, hallgassuk meg őt, hiszen minden klubot belülről ismert. Valóban egyébként Vég Gábor nem is nagyon értette ezt az egészet, tulajdonképpen nyertek egy magyar kupát, és a játékuk egyébként nem rossz. Salujval szoktam beszélgetni, amikor indulhat az Zalaegerszegről, én indulok valamerre, és az ST2-n jön egy-egy órákat az M7-esen, ő jön szembe velem beszélgetünk, és ő is azt mondja, a játékban nem lát problémát, és messze még a vége, és azt tartja nagyon furcsának, hogy van egy tulajdonos, aki elvileg lehetne másutt is. Itt volt a szukolyankötön elhangzó mondat, hogy Kispest. És még csak irracionális sem lenne, a kispesti tulajdonosok írek szerint szívesen távoznának, nem is különösebben sikeresek, annyira nem is gondolom, hogy szívjüknek érzik azt a klubot, de Vég Gábor egy szigetszentmiklósi cég vezetője, az M0-áson nagyon könnyen odaérne. És lenne logika az, hogy mondjuk ő Kispesten tulajdonos, és a szurkolóinkban el is hangzott, és Vég Gábor is azt mondta, hogy idejöttem 9 évvel ezelőtt, azóta is itt vagyok, és úgy gondolom, hogy sikeresé tettük ezt a klubot, és Salai mondta az utolsó mondatban az ankéten, hogy ti vagytok az elsők, akik feladjátok, mert én kint voltam Eszéken azon a meccsen, és ott rengeteg zalaegerszegi volt, elképesztő hangulat, a 94. percben kaptak egy nagyon buta gólt, ezzel lett 1-0, az más kérdés, hogy a meccsben végig benne volt, hogy az Eszék az jobb csapat, és itt aztán bizonyították is. De tényleg az egerszegi szurkolók viselkedése azért furcsa, mert tényleg megnyerték a magyar kupát, óriási siker, gond nélkülben maradtak az élvonalban, és elfogyott tünedeztek a nézők. A szurkolók azok ilyen teljesen kielégíthetetlen fajta, bár mondjuk a fehérváriakra nem lehet panasz, mert sokkal rosszabb szezonok után vagyunk, és még mindig kitartanak. Tehát az RBD előtt szerintem le a kalappal, ahogy végigcsinálták az előző szezont, és hogy beleállnak a mostaniba, és ezt csinálják úgy, hogy egyébként amikor kell, megfogalmazzák azokat a kritikákat. Tehát, hogyha a csapat nem áll jól, akkor 70. percben jön a hűdegyenge más formában, De hogy egyébként meg a tisztelet megvan, a szurkolás megvan, a hűdegyenge után is visszaállna, mi vagyunk a videóton, Tehát, hogy ez szerintem, ez most Fehérvár, ez így ilyen szempontból nagyon rendben van, jó lenne, ha még mondjuk kétszer ekkora lenne ez a tábor. Hát, vagy ugye az örök kérdés, de most ezt nem ebben az adásban fogjuk megoldani, hogy tényleg mi a jobb ilyenkor, főleg amikor már valóban veszőfutásba torkollik egyébként a szurkolók részéről türelemmel kísért időszak, hogy néha azért meg kell dörrenni, nem csak a játékosok, hanem adott esetben a döntéshozók felé is. Na mindegy, hát gyakorlatilag ilyen 7-8 percünk maradt a mai adásból, úgyhogy most már csak azért, mert a héten elkezdődik a jégkorong bajnokság, ugye az Osztrák Liga, ezért gondoltam, hogy erről is beszéljünk néhány szót, hamarosan... Tehát akkor most női kézilabda.
És félfélok labda. Rájuk is sort kerítünk, amint legközelebb jelzett, hogy tudsz jönni. Annál is inkább, hogy tényleg szerintem van érdemes beszélni a női kézisekről, érdekes dolgok vannak ott is. A hokisokról azért, mert azért tényleg Fehérvár kirakat csapatáról van szó, amelyik ugye újabb idénynek vág neki. Szerintem a mindig hallott célkitűzésekkel legyen meg a rájátszás. Most hál' Istennek Zsinórban háromszor, négyszer volt meg? Három. Abból ugye egy negyed, döntő is, igen. Tehát azért volt ebben szép időszak. Negyed döntő, igen. Mire számítotok most? A legnagyobb kérdés nyilván, hogy először az Osztrák Liga történetében magyar vezetőedzővel a kispadon indul neki a szezonnak a csapat. Nekem nagyon furcsa történés volt ez a kis Dudu kinevezése után a Tyler Dietrich visszahívása, tehát kvázi egy ilyen fordított szereposztás létrehozása, ahogy ők ketten évekkel ezelőtt együtt dolgoztak, de azért azt gondolom, hogy kis Dávid megkapja a bizonyítási lehetőséget. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz ez a szezon, érdekes lesz ilyen szempontból, ez biztos, mert ugye kis Duduról ugye azt mondják, hogy ő tényleg egy tehetséges fiatal edző, aki már régóta készült erre a szakmára, ugye több éven keresztül irányította a farm csapatot, a Kisvolánt. Ott van, ismeri a közeget, ismeri a bajnokságot, a játékos, mindenkiről mindent tud. De ha azt nézzük szárazon, hogy volt egy előkészületi szakasz, ahol 6 edzőmeccsből 5-ször kikapott a csapat, igaz, azért azt is én hozzáteszem mindig, amikor jönnek a kritikák ezzel kapcsolatban, az én erős ellenfelekkel szemben kapott ki az együttes. Azért nincs ezzel baj szerintem, mert én emlékszem olyan felkészülésre, például a női kézilabdában, amikor itt a norvég másodikat is megvertük hazai pályán, igen. És a Bakó Botondot kérdeztem, te mi lesz itt? Hát figyelj, nem tudom, vagy nyerünk 4-et Zsinórban az elején, vagy 4-et bukunk, és hát az utóbbi lett. Tehát ugye ebben szerintem nincs semmi. De tényleg erős ellenfelekkel szemben, mondtad, hogy a legutóbb a Cseh Extraliga ezüstérmestel egy nagyon kiki meccs hosszabbításig hozva. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz gond így a minőséggel, nyilván koncentrálni kell, és tehát ezek, sok gólt kaptunk, nekem ez a problémám eddig, amit láttam az előkészületek alapján, mert az, hogy a helyzetek bemennek kapuvas, és ez ugye szerencse faktor, de nyilván a védekezésen kell egy kicsit húzni. Hát erre mondta a kis Dávid, hogy valahol a két út között kéne a középutat megtalálni, a Konstantin előtti finn edzőnél ott 1-1-eket és 1-0-akat játszott Zsinórban a csapat, legutóbb pedig a 8-4-es meg 9-7-es mérkőzések következtek, tehát hogy nyilvánvalóan úgy kéne, hogy ne ez legyen, hogy kapunk 8-at, meg ütünk 10-et, hanem legyen... Ütünk 150-et, és kapunk 110-et, de nyerjük a meccseket, sok gólos közönség szórakoztató meccsek. Ez verebes óta tudjuk, hogy ez minden sportágban ez azért egyszer valaki beleszavad a késre. Már látom a fényt az alagút végén. Tulajdonképpen Pakson is ez a módi most, hogy sokat rúgjunk. Mesélte Máriási Zsolt még a Vasasnál Verebes Józseffel, hogy Horvátországra edzőtáboroztak, és kaptak 6-ot, kaptak 7-et, és nem volt jó a hangulat, majd kikaptak csak 4-1-re, és mondta Veré Babuszon, hogy ez az fiúk, ez már az én csapatom. Hát ilyen anekdoták visszatérve, hogyha mondhatom, én veszélyt nem is érzek, de egy újszerű helyzet, hogy Dudut kinevezték, abszolút rendben van, és Tyler Dietrich kinevezése azért lepett meg, mert ő aláírt egy szerződést a két Erste Liga év után, hogy ő lesz az első csapat vezetőedzője, majd két héttel később megjött a Kanadai Szövetség ajánlata a Team Canada edzői stábjában, videóelemzőként, vezető scoutként, amit neki el kellett akkor fogadni a család, két pici gyerek, minden odakötötte, és ő meggyőződésem, hogy amikor azt elvállalta, meggyőződése volt, ha nem is vezető edzőként, de másodedzőként az NHL-be vezet út. De nem vezetett, és most az a kérdés, hogy ő mennyire gondolja úgy, hogy nem sok választott el az ő döntése a vezetőedzői poszttól, és mennyire fogadja el kis Dudut vezetőedzőnek. És ez egy érdekes helyzetet kreálhat, ha nem jönnek az eredmények. Ha jön, akkor ez egy tiszta konstrukció, de ha nem, akkor hogy milyen lesz az öltözői hangulat, illetőleg a vezetőedzői szobában milyen lesz a hangulat. Érdekes hát egy dolog, hogy... Bocs, erre reagálva, hogy én azt gondolom, hogy egyébként amennyire Dudut vagy Tyler-t én megismertem, ugye Tyler-t nyilván mielőtt ugye innét elment, hogy mind a kettőnek szerintem megvan a megfelelő intelligenciája ahhoz, hogy ezt kezelje. Még hogyha haza is megy esetleg Dietrich és belecsap a otthon a falba, és azt mondja, hogy én ezt másképp csináltam volna, akkor is
szerintem le tudja nyelni a békát, és ugye, ami tényleg, ami, tehát igazából nem, olyan sok szempont nem történt más, mint az, hogy előre hozták azt, amire készültek a volánnál, hogy ugye Konstantin még egy évet itt lenyom, és utána jön kis Dávid, mint vezetőedző. Ha nyilván egy érdekes helyzet, meg hogy egy történelmi pillanat, hogy lesz egy magyar edző az osztrák hokiligában. Mindig egy nagyon nagy kérdés. A kulcs nyilván az lesz, hogy mennyi lesz a sérült a szezon során. Mert ha sok a sérült, sok kulcsjátékos dől ki, akkor ide hozhatod bárkit a csúcson lévő PET koordinátor kezdve akárkit, a szívás. Ha végig tud vinni úgy a szezont, hogy abban a normális szintben maradsz, ami a sérülteket illeti és a kulcsjátékosok sérüléseit, akkor ez lehet egy jó szezon. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés mindig, és szerintem ti is tudtok akár személyes ismerettségekből példát mondani, hogy a vezetőedző és a segédedzője hogyan viszonyul egymáshoz. Manapság, amikor már egész edzői stábok dolgoznak, és tényleg beletartozik az erőléti edzőtől a masszorán át a videó elemzőig mindenki, talán nem így van, de régen, amikor klasszikus vezetőedző-pályaedző felosztás volt, akkor ott mindig nagyon-nagyon érdekes kérdés volt, hogy mikor kerül elő a Hilti, vagy ki jár be több a vezérigazgatóhoz, vagy ki haverkodik jobban a játékosokkal. És csak tényleg zárásaként, nem tudom, nézitek-e, az egyik streamen megy a Los Angeles Lakers dinasztiájának a feltöréséről szóló egyébként játékfilm formában megcsinált egészen zseniális sorozat, az a győzelmi dinasztia, a Magic Johnson féle 70-es évek vége, 80-es évek elején, mikor fölépült a Lakersnek ez a nagy dinasztiája. És ott történt az, hogy Pat Riley-ból, aki egy segédedző volt, csináltak kicsit kényszerhelyzetben vezetőedzőt, aki aztán az egész NBA meg a Lakers történeték legnagyobb edzője lett, meg Dream Team edző, meg stb. Adrian Brody játsza, egészen zseniális, de maga a sorozat, és ott is mondom, ez a szál, ahogy egy segédedző viszonyul az edzőhöz, ahogy látja adott esetben a hibáit, de tudja a helyét, hogy ő neki ezt nem szabad mondania, vagy nem azokon a helyeken, lélektanilag mindig egy roppant izgalmas szituáció. Hát meglátjuk, kívánjuk természetesen Kis Dudunak és Tyler Dietrichnek, hogy tökéletes összhangban működjenek egy jó szezonban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, fogunk még erről is sokat beszélni, meg a női kézilabdáról is majd, Tomi, oké? Köszönöm szépen a figyelmet is, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.